Na, így. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a YouTube csatornámon, én Frey István vagyok. És teljesen amatőr szinten foglalkozok fotózással és videózással is. Szögezzük le, hogy én ezt nem tanultam, teljesen amatőr szinten csinálom, és igazából fogalmam sincs, hogy mi az, hogy videózás, vagy hogy fotózás, hogy mire kell odafigyelni, még a szakmai fogásokat nevezzük így, és hát így ennyit erről, és igazából azt se tudom, hogy kell egy videót elkészíteni. Most így reggel fölkeltem, 12 órás műszakból jöttem haza éjszaka, és most reggel úgy döntöttem, hogy csinálok egy bemutatkozó videót, csak azért is. Na most, mi volt az az impulzus, nevezzük így az életemben, amire én úgy gondoltam, hogy már pedig videózással kéne, hogy foglalkozzak, vagy egy olyan külső behatás, amire én elkezdtem videózni, vagy egyszer foglalkozni, hát mi is volt az? Egész egy kis porbafingó kis gyerek voltam, amikor média órán úgymond hetedikben, vagy talán nyolcadikban kötelezően megnézették velünk a Szálakakuk fészkére és a Milos Forman nagy kaliberű film musicaljét, a Hert. Hát ott volt rögtön az elején egy ilyen Aquarius című jelenet és szám, és ment körbe a kamera, és elképzelni nem tudtam, hogy ezt a felébe csinálták meg. Na hát én erre mondtam azt, hogy már pedig a filmezés vagy videózás az egy kurva jó dolog, mert ilyen jó dolgokat lehet csinálni, és ilyen jó dolgokkal lehet megvalósítani egy mondani valót, vagy hát igen, mondani valót. Na hát szóval ott voltam, hogy már pedig videóznom kell, és ezt fogom is csinálni, még gyerek, teljesen gyerekként, hát mi kell a videózáshoz? Hát mi kellett hozzá? Egy számítógép és egy kamera. Na most én vettem egy webkamerát, és hát ezzel mentem, jöttem így a kertbe először, ott vettem fél kis természetes, ilyen természeti kis dolgokat, pipacstól kezdve, amit éppen találtam. Na hát ugye, webkamera, számítógép, ki a kertbe, hosszabbító, és tényleg így csináltam, fogalmam sem volt, hogy mondom mi az, hogy videózás, vagy mire kell, én kreatív voltam, én ezt csak úgy neveztem akkoriban, és hát igen, a minőség, hát ez nem olyan volt. Hát egy kis movie maker-e, az minden Windows rendszeren rajta volt, még a Windows 98, azt hiszem az volt a gépem, még azon is rajta volt. Na szóval, ott volt ilyen kis külön webkameráról való rögzítés, elindítottam. Hát nekem ez volt akkor a videózás, és amit találtam a gépen zenét, azt festettem alá. Nem foglalkoztam vele, hogy esetleg, akkor is szerettem a Metallicát, Iron Maiden, hogy mit mond, és a szövegnek köze nem volt a videóhoz, de hát jól nézett ki, úgy gondoltam. Na, most meg is mutatok egy videót, itt fönt. Volt egy pályázat, nem tudom azt, mi volt a lényege, az olvasás címét adtam neki, ezt is webkamerával vettem föl, és hát igen, szóval még hosszúan jó voltam, azt a mindenit. Na, ezzel én neveztem, volt pofám, és neveztem, hát persze, senki nem nézte meg, 25-en, mert azt hiszem, na mindegy. És én ezzel így neveztem. Hát szóval a kezdetleges kis szájn próbálgatások után, meg kudarcok után, tudjátok, hogy van ez, így mégse, hogy így nem, így ez így nem jó, abba hagyom. Na hát ilyen azért nem voltam, persze nem tetszett a dolog, szóval hát vettem egy komolyabb gépet, egy Canon, a nem tudom 460, nem tudom már tényleg milyen gép volt, meló helyen, Nádasdy kastélynál dolgoztunk, reggeli szünet Álmányról le, én úsgyi neki a parknak, a tényleg szép parkjuk volt, és csináltam pár fotót, persze mögöttem a hanguk, olyan István, te nem kajász, hé, hova mész, hé, mit csinálsz, mi a fotóza, ne üskedj már. Na hát ilyenek voltak, mögöttem elhangzó, de én nem foglalkoztam vele. Hát, ezzel is csináltam videót, természetesen, de ez se volt olyan, és hát aztán abba hagytam, szóval nem nagyon foglalkoztam vele, mert új melóhely, ott kellett foglalkoznom, jobban belefetszettem a munkába.
Hát aztán csak eljött az az idő, akkor vettem még egy, hát ez már bridge gépnek, aztán középkategória, azt mondják, annak sem volt olyan a minősége. Az egy Fuji Filmfine Pix S4500, ezt megjegyeztem, ez volt ezelőtti gépem előtt, szóval ezzel itt a csatornámra, erre már tettem föl azért mégis videót, mert meg úgy gondoltam, hogy megmutatom, hát lehet vele videózni, de ez sem volt olyan, nem kellett pár év rá, azt vettem egy még komolyabbat, ez egy, amivel ezt veszem föl, ez a Canon EOS 1200D kis tükörreflexes fényképezőgép, ez már úgy tetszik. Hát ugye alapból ez a 18-55-ös objektívet adják hozzá, ezzel nincs baj, beltérben nagyon szépen lehet vele videózni, ugye arra jó, hogy a közelije is nagyon tetszik, mert tényleg szép makrókat lehet vele készíteni, nagyon jó a háttérmosása, ezt most nem tudom, hogy hívják szakmailag, na, de túlzottan zoomolni nem lehet vele. Megvagyunk. Szóval fogtam magam és vettem egy Sigma 7300-as objektívet, ami egyébként teleobjektívként funkcionál. Nagyon jó a zoomja, mondjuk picit mintha szorulna, de nem is baj. Ugye van rajta egy kis ilyen hát napellenző, én ezt úgy nevezem, hogy ugye erős fény ne csillanjon, de nagyon a fény a lencsén. Van rajta makrofunkció, egyébként nem tudom mely makró, annyira nem lehet vele makrózni, szóval ennek, erre még nem jöttem rá, szóval aki tudja, az nyugodtan írja meg nekem, hogy ez miért makró objektív, mikor teleobjektív, mindegy, lehet, hogy én értelmezem rosszul, szóval nagyon jó, egyébként tetszik, ami nem tetszik, és egy kicsikét szívfájdalom, nincs rajta képstabilizátor funkció, szóval nagyon jó állvány kell hozzá, hogy ne remegjen be a kép, amikor már túlzottan rá közelítünk valamire. Van egy fotódásnál már kiküszöbölhető, amint rájöttem, egy kis kromatikus aberráció, egyébként ezeket így leszámítva, nagyon jó kis objektív, ugye ugyanúgy van rajta autofókusz meg manuál fókusz, én azt használni, nagyon az autofókuszt azt nem szeretem, pont ez volt a bajom a bridge gépnél, hogy ott csak autofókusz volt, és nem oda fókuszált, hova én szerettem volna. Szóval, hát most itt tartok, aki videózással foglalkozik, és úgy gondolja éppen, hogy nem szeretnék csinálni, mert ilyen a problémák, nyugodtan csinálja, nem szabad azt, hogy belesüppedni abba, hogy most pedig rossz, nem jó, hanem csinálni kell, és aki szívből csinálja, azt csinálja. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, én most egy nagyobb projekt, amit szeretnék megvalósítani, és meg is fogom, hamarosan jön egy újabb videó, sokkal több dolgot fogok benne mondani, mint az eddigiekben. Ugyanúgy elhagyatott helyek, sorozatok fog folytatódni, és szerintem holnap már fogom is fölvenni, és dolgozni az anyagon. Köszönöm, ha megnéztétek! Ennyit el lett tőlem, nincs jó szövegem, ezt sajnálom, és ennyi. Köszönöm, ha megnéztetek. Sziasztok!